Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöllek benneteket a ma esti gyakorlat elején. Nagyon örülök, hogy ennyien összegyűltünk ezen az új helyen. De az új helyen is megtartjuk az eddigi gyakorlatot, és azt is, hogy egy koannal kezdjük, egy koan felolvasással. Úgyhogy mondjatok egy számot 208-ig bezárólag. 73. Kószán dobütés. Kószán zenmester így szólt a szerzetesekhez. A tanulás figyelés. Ezen túllépve már közel vagy. Utána következik az igazi meghaladás. Egy szerzetes megkérdezte. Mi az igazi meghaladás? Dobütés, válaszolta Kószán. A szerzetes folytatta. A tudat a Buddha, erről nem is kérdezem. Mi az, ami sem a tudat, sem a Buddha? Dobütés, felelte Kószán. Ha egy megvilágosodott ember tér be hozzánk, hogyan fogadjuk? Dobütés, mondta Kószán. Kérdések. Mi az igazság? Második. Mi az igazi meghaladás? Harmadik. Ha egy megvilágosodott ember tér be hozzánk, hogyan fogadjuk? Negyedik. Megütik a kődobot. Hallod a hangját? Szungszán zenmester kommentárja. Tedd félre a gondolkodást és a beszédet. Ha kételkedsz, akkor a kételkedés megöl. Hallottad Kószán dobjának a hangját? Mennyit nyom a mérlegen? Ha ezt meglátod, akkor taníthatod a Buddhát. Ez egy nagyon jó kis történet, és régi Kínából, és az első mondat, ahogy a zenmester tanít, az elég sok mindent elmond arról, hogy milyen folyamaton megyünk keresztül. Ugye úgy kezdi, hogy a tanulás figyelés. És ha megnézed, akkor igazán akkor tanulsz meg valamit, hogyha azt megfigyeled. Megfigyeled a többi emberen, aki esetleg abban már elmélyült. A tanulásnak egy viszonylag kevéssé hatékony formája az, amit akár most csinálunk, hogy valaki beszél, információt ad át, arra figyelsz, és akkor valami kognitív szinten abból lehet, hogy megragad. Ha nagyon szerencsések vagyunk, akkor van egy-két mondat, ami éppen valahogy úgy üt minket szíven, hogy az változtat valamit. De ahhoz is már kell egy előkészültség. Ahhoz is már kell valami, hogy te dolgoztál, és akkor épp az a mondat átlök. De aztán egy mélyebb szintje a tanulásnak, amit egyébként itt nyugaton újra be kell hoznunk, keleten sokkal inkább működtetik ezt, hogy nem beszélnek ennyit, hanem van egy gyakorlat, menjél oda szépen be, és nézd meg, ahogy a többiek csinálják. Nézd meg azt a másik embert, aki már 10, 20, 30, 40 éve csinálja, ahogyan ül, ahogyan eszik, ahogyan fölveszi a ruháját, ahogyan szól. És ebből még sokkal mélyebben, ha jól figyelsz, megtudhatod, hogy miről is szól ez. Nekem erre egy nagyon mély példa, amit mindig szoktam mesélni, és ez úgy fölötlik, amikor ilyen kérdés jön föl, amikor a templomba egyszer láttam egy nagyon régen és komolyan gyakorló koreai embert leborulni. Ő csak leborult ott egy két gyakorlat közti szünetbe, ráadásul mindenféle zajlott ott a dharmateremben, meg takarítottak, és minden volt. Ő csak szépen meghúzta magát ott egy sarokba, és elkezdett leborulni.
És még hozzájárult az is, hogy aki takarított, ezt nem igazán vette figyelembe, és úgy elkezdte körbe takarítani, őt ezt nem zavarta, arrébb tolta szépen egy kicsit a matracát, és borult tovább. Ez eleve egy tudatállapotról nagyon szépen mutatott valamit, de a másik az, hogy ahogyan borult. Látszott, hogy abban már iszonyatosan sok leborulás van. Szép kis ruhába, pontosan ahogy kell, és egy csepp izzadság se csúszott már le a homlokán. Nem úgy, mint ahogy mi szoktunk néha borulni, hát én is mindig már 108 környékén. Ő, mint a robot, de jó értelemben. És azóta, mióta őt láttam, van egy érzetem arról, hogy miről szól a leborulás. Szóval ez az a kicsit mélyebb szintje a tanulásnak, amikor már látod. Ugyanúgy igazából egy zen gyakorlót, hát meg a zennek az alapállását úgy látod meg, hogyha látsz valakit, aki ezt nagyon megtestesíti. És saját gyakorlatod van nézve is, ez egy fontos alapfeltétel, hogy ahogy gyakorolsz hónapról hónapról, évről évre, mész az elvonulásokra, mi az, ami benned változik, mi az, ami benned oldódik. És hogyha dharma tanító vagy például, nemrég volt dharma tanítói képzés, ha elmész ebbe az irányba, akkor te, amikor beülsz valahova, akkor vagy adsz egy meditációs instrukciót, akkor elmondasz valamit innen, vagy már innen, vagy innen jön, hogy azt te ott be tudod-e vinni a térbe, vagy sem, azt a gyakorlatot. És semmi gond, hogyha nem, csak érdemes nézni ezt, hogy tudjuk a másik szintet, azt a mélyebb szintet is elérni. És akkor aztán kószán itt ebben a szép tanításban az elején még tovább megy, ha még ezt is meghaladod, még a tanulást is, akkor érkezel meg ide. Amikor mindent félreteszel. Mert még ugye abban, amikor ott van, hogy tanulsz, abban úgy háttérben benne van, hogy én még nem vagyok ott, de van valami, amit el kell érjek. És ez nem baj. Tehát van az a állapot, ha mondjuk haladunk a zenkörről mindenki hallott, amikor van a 90 fok. Amikor igen, elkezdünk gondolkodni, mélyére látunk dolgoknak, kognitív szinten megértünk valamit, és akkor elindulunk afelé, hogy a szenvedésből kilépjünk. És akkor van egy ilyen fajta irány. De ha ezt is félreteszed, és tényleg visszatérsz ide, akkor már, ha megszólalsz, az is hiba. Mert valójában nincs mit megvalósítani, és nincs mit elérni. Benne van a szívszutrába is. Csak ez egy olyan tanítás, amit egy élet alatt se lehet kimeríteni. Mert még mindig újra bekapcsol, hogy még valamit lehetne. De hogy amikor tényleg megvan ez a pont, hogy megszerzett tudás nélkül már teljes vagy, na akkor válik igazán közvetlenné ez a gyakorlat. Akkor válik igazán közvetlenné ez a pillanat. Mert hogy most, ahogy itt vagyunk, 10 perc múlva, 20 perc múlva, 1 nap múlva, 3 nap múlva, a körülmények más lesznek. De az a pillanat nem lesz jobb vagy rosszabb, mint ez. Ha most nem élsz, és ha most nem élsz 100%-ig, akkor holnap se fogsz. 10 év múlva se fogsz. Mindig ez a pillanat teljes, és az összes többi illúzió. Sajnos aztán kószán az hát taníthatott volna kicsit jobban is. Ugye értjük ezt a tanítást, hogy azt mondja, hogy dobütés, az gyakorlatilag ez. Csak úgy válaszol, hogy nem üt a bottal, vagy nem üt a dobon, hanem elmondja szájjal, hogy dobütés, 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 dobütés. De majd megnézzük Cohen interjún, hogy hová lehet ebből még tovább menni. Hová lehet a kognitív szintről egy még közvetlenebb fokon megnézni azt, hogy mi az igazi meghaladás.
mi az igazság. És hogyha tapasztalod, mi az igazság, akkor egy, ha találkozol egy megvilágosodott emberrel, akkor hogyan köszöntöd? És hogyha találkozol egy nem megvilágosodott emberrel, akkor hogyan köszöntöd? Ez az a pillanat, amire ez a kérdés rámutat, ez az a pont, hogy nem elég elérni az igazságot, tehát nem elég, hogy visszatérsz ide, és látod, hogy a padló barna, és hogy ülünk egymással szemben, itt a Dharma teremben, hanem még utána az is hozzájön, hogy mi a helyes viszonyulás. Találkozol egy másik emberrel, akkor hogyan köszöntöd? Ha éhes, mit csinálsz? Ha örül, akkor mit csinálsz? Ez az, ahogy ezt az igazságot működteted. Tehát a lényeg az igazság és a működés, amely valójában nem három, csak külön tanítjuk. Ez ennek a gyakorlatnak a célja, és minden koalmozásnak is a célja. Hogy ott kipróbált, hogy ez mennyire működik. Úgyhogy bevezetőnek talán ennyi elég is. Kinek van kérdése bármivel kapcsolatban? Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy sokszor beszélünk ilyen végállapotokról, de nagyon sokszor belcsúszunk abban, nem tudom, biztos többen is vannak abban, hogy köztes állapotok. Amikor már a régi nem jó, az új még nincs meg. Beszélnél erről egy kicsit nekünk, hogy előttünk járó vagy, hogy ezekkel mit kezdjünk. Amikor mondjuk most mondok egy példát, munkahelyünkön mondjuk egy állapotot. Látjuk azt, hogy itt voltam, szerettem, és ez csak az értékrend, amit van, képviselnek, ezt csak azt mondom, ez nem elfogadható, ez nem. De még nem tudom az irányt, hogy hova. Tehát ez nagyon sok ilyen van most az életemben, egyre több ilyen van. Uh-huh. Nagyon jó a kérdés. A köztes létről kérdeztél, amire a tibeti hagyományban használják, és ugye a bardó szót, amikor átkerül a lélek az életből a másik lét állapotba, és akkor ezek a köztes állapotok, amikor a légi lebomlik, de az új vég nem épült ki, ezek nagyon érdekes helyzetek, és egyfelől a lélek a psziché szintjén ezt mindig megsínyli, mert általában van bennünk egy alapvető törekedés a biztonságra, de leginkább a biztonságérzetre. Aztán persze ezt el is tudjuk unni, tehát van bennünk egy ilyen pszichés folyamat is, hogy igen, szeretném a biztonságot, vagy annak az érzetét, de kicsit legyen új is, de ne túlságosan. Ezek a lélektani folyamatok bennünk. És hogyha már megszoktál valamit, hogy mint ahogy mondjuk itt megszoktuk, hogy az előző helyen volt a gyakorlat elég ideig, most akkor kicsit ott olyan furcsa. És akkor amikor bejövünk a terembe, akkor hát úgy még érdemes körbenézni, körbejárkálni, hogy úgy megismerni, hogy ha gyakorolsz ebben a térben, akkor hol gyakorolsz. És ez egyfelől ad egy kis ilyen bizonytalanságot is, másfelől viszont ott van benne a frissességnek a lehetősége. Tehát amikor mondjuk, amit mondtál, hogy munkahely, ahol már bedolgoztad magad, már megvannak a rutinjaid, ez bizonyos szempontból el is fásít. És a tudatod veszt a rugalmasságából, ami mondjuk úgy az élet egészére való ránézést, és a gyakorlatra való ránézést, és a gyakorlat végzése szempontjából nem előnyös. Tehát az biztos, hogy ilyenkor, amikor van egy változás, akkor ki van lökve egy kicsit a szék alólad. És akkor van ez az állapot, ahol próbál az elme, meg próbál a psziché megkapaszkodni. Ez nyugtalansággal jár, meg szorongással jár. És akkor ilyenkor nagyon jó gyakorolni. Tehát ez kifejezetten olyan állapot, amiben a gyakorlat sokat tud előre haladni. Mert hogy akkor ebbe az állapotba úgy helyezkedsz el, és úgy gyakorlod azt, amit itt a meditációs párnán is, hogy igen, tant ilyen fókusz, és nem tudom. Tehát, hogy legyen meg ez a teljesen nem tudom. Nem tudom, mi lesz. Akár nem tudom, mi az irány. És nem tudod, igen? Igen.
Akár az, hogy nem tudom, mi az irány, vagy nem tudom, hogyan tovább. Nagyon, főleg azt. Ezt nagyon nehezen engedjük meg magunknak, hogy itt vagyok, és nem tudom, hogy mi lesz. Nem tudom, hogyan lesz. Erre joggal reagálunk szorongással, mert a túlélésünket az segíti, hogyha tudom, hogy mi a következő lépés. De mondjuk egy olyan esetben, ahol úgy közvetlen túlélést ez nem fenyegeti, legalább a gyakorlat idejére érdemes ezt, mint a koannál meghagyni ezt a fogalmam sincs. És mennyire építsen be a gyakorlatba ezt a mi a dolgom gyakorlatot? Tehát az most segíthetne nekem, vagy azt most engedjem el? Vagy inkább csináljam ezt a nem tudomot, hogy most nem tudom. Belengedem magam a nem tudomba, vagy erőszakoskodjak, hogy nekem tudnom kell, hogy mi a dolgom. Hát most ebben már benne volt a válasz, hogyha erőszakoskodni kell, na az nem. Az nem. Ugye az a helyzet, hogy azt kell látni, hogy a zen meditáció az alap esetben arra épít, hogy teljesen visszafelé fordított figyelem, és semmit ne akarj. Tehát mert bármikor, amint akarsz akármit, megvilágosodást, jól gyakorolni, jó új munkát, a pároddal valamit, a gyerekeddel, a stb., akkor már is bekapcsoltad azt a gépezetet, az elmét, ami folyton csak úgy tudja elképzelni magát, hogy én, te, szubjektum, objektum, alanytárgy, és akkor már is egy olyan rendszerbe vagy benne, ami pont nem a célunk, hanem az, hogy ebből kivigyük az energiát, és visszatérünk ide. Ez nagyon nehéz megtartani. Viszont én azért javaslom mégis ezt, hogy éppen nem túl nagy a szenvedésnyomás, mert viszont ha megtartod konzekvensen ezt az állapotot, amikor a te tudatod és a világegyetem egyé válik, ez energetikailag a célunk, akkor nem gondolkodik, akkor nem választódsz le. Külső tér, belső tér egyé válik. És akkor van lehetőség egy olyan tudatállapotra, ami nem ez a hétköznapi gondolkodós. És a hétköznapi gondolkodós, az csak olyan választ tud adni, mint amit eddig megtanult. Tehát akkor ugyanazon a szinten fogod folytatni tovább, ha nagyon erőlteted a mi a dolgom kérdést, mint ami eddig volt. Aztán ez belőle nyilván valami, de nagyon hasonló, mint ami eddig volt. Viszont minél inkább megengeded magadnak legalább a gyakorlat állapotába, hogy igen, ez most engem nagyon szorít, kezd azzal, hogy érezd rá az érzéseidre. Mit érzek ezzel kapcsolatban? És engedd magadhoz közel. Sok minden lehet. Szorongás, félelem, vágyak. Éld át, és aztán, amikor teljesen közel engedted magadhoz, akkor létre tud jönni egy ilyen állapot, hogy tényleg csak itt vagy. Veszed mélyen a levegőt, és benne vagy ebbe a helyzetbe. Benne vagy ebbe a koanba. És akkor itt van, azért mondtam, hogy ez nagy lehetőség, itt van annak a lehetősége, hogy a régi mintából kiszabadulsz. És azzal, ahogy esetleg a körülményeid változnak, te is nagyot változol. Illetőleg nagyon sok mindent megtudsz magadról. Mindenféle ilyen változásba és határhelyzetbe ismerjük meg azt, hogy milyenek vagyunk igazán. Amikor biztonsági játék van, akkor a rutinjaid megtartanak. Ha viszont ez megszűnik, akkor meglátod, hogy ki vagy. Hogy reagálsz? Kicsit ez a... Hallottam egyszer egy mondást, hogy ha meg akarsz valakit ismerni, akkor adj neki hatalmat, vagy válj el tőle. Tehát amikor ugye van egy ilyen nagy változás, hogy vagy nagy trauma, vagy nagyon sok lehetőséget kapsz, akkor abban kiismerszik az a mély struktúra, ami mélyebb, mint ez a kogníció. És akkor meglátod, hogy mi van. És ha gyakorló vagy, akkor ebből a helyzetből levonhatod a tanulságot. Hogy igen, én ilyen vagyok. És ennek egyetlen nagy előfeltétele van, hogy ne minősítsd. Ami nehéz, de hogy amikor mondjuk van egy helyzet, hogy igen, ezt most eltoltam, vagy most teljesen szétestem, hogy ebből ne az legyen, hogy csúnya, hanem igen,
Na most ebből mit tanulok? Tehát, hogy ezért mondom, hogy a gyakorlat, meg az önreflexió ezekben az állapotokban hihetetlen sokat tud lendíteni. Amikor kényelemben vagyunk, akkor hát el vagyunk, de lehet, hogy ma csak 10 percet ülök. Öt elég lesz. Na, amikor meg baj van, akkor hűha, jó van, gyorsan, jön székesfehérvári gyakorlat, na a templomban mikor lesz következő elvonulás? Mantra. Úgyhogy gyakorlás. És mantra. Tehát ilyenkor különösen jó az amellé, hogy ne nagyon cuppancson be minden. És van erre kifejezetten jó mantra? Tehát amit ajánlasz, vagy amit szeretünk? Alapesetben minden mantra jó. Azért szoktuk azt mondani, hogy ami neked személyesen jó, mert akkor ahhoz van nem egy kívülről rádoktorjáló. És azért is kérdeztem még, hogy ilyenkor hogy mantrázunk? Tehát, hogy kifejezetten hangosan, tehát, hogy van szembóz, van szembóz, tehát hangosan, vagy csak így fejben futtatjuk ezt? Hát nekem a hangos mantrázás bejött ilyen esetekben. És énekelsz, vagy csak ilyen darálósba? Énekel. Én nekem az éneklés jött be. De lehet máshogy is. Tehát nem mindenkinek van annyira nagy éneklős karmája. Nekem van. És nekem például az jött be, amikor nagyon-nagyon súlyos érzelmi állapotban voltam, és nagyon nehéz helyzetben, akkor gyakorlatilag csak az maradt. Így kezdő zengyakorlóként, vagy nem tudom, akkor ilyen egy másfél év, vagy ilyesmi után volt néhány elég nehéz helyzet. És akkor az volt, hogy ülni nem tudtam, mert csak ez a káosz volt bennem. Esetleg a borulás, az ugye az dinamikus, és az ment, hogy pittom, ezer szem és kész utra, surangam a mantra háromszor, végtelen mennyiségű kanszembószál, és énekelve, mert akkor ez átpörgeti ezt a teljes érzelmi rendszert is, ami benned van. Ha és amennyiben az éneklés, az neked betalál. Van, tudom, jó néhány olyan gyakorló, aki hát a minimumot teljesíti, de nincs éneklős karmája. Akkor ott inkább a leborulás. Köszönöm. Nagyon szívesen. Az lenne a kérdésem, bár itt tulajdonképpen megelőzték már félig meddig, hogy ugye 2 hónap után jöttem vissza a templomból. Egyrészt nehezen jöttem el, tehát akkor tudtam, hogy az elengedéssel még talán van mit gyakorolnom. A másik meg, hogy azóta minden más. Minden összezuhant, semmi nem úgy van, ahogy volt, sem minden változik. És ha valamit nehezen viselek, az a változás, ez igaz. Márpedig most tényleg minden változik, és én még mindig a boruláshoz térek vissza. Az éneklés egy stabilitást ad, viszont egyelőre azt élem meg, hogy ha borulok, akkor kiborulok a borulástól, tehát hogy még rosszabb lesz. És ezt egyszer már valamilyen formában megkérdeztem, azt hiszem, tudom, de ez mikor tud megváltozni, vagy tehát ugye azt mondják, hogy egy idő után a borulás is tud egy stabilitást adni. Hát ezt várom, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát hogy mi az, ami még ezekben a helyzetekben adhat esetleg egy plusz stabilitást, vagy még jobban megerősíthet abban, hogy maradjak meg a középpontokban? Jó kérdés. Alapesetben gyakorlói közösségbe való járás az, ami nagyon sokat tud segíteni. Tehát akár, hogyha itt vagy, nagyon kedves kis csoport, gyere és kapcsolódjál a többiekhez. Tehát, hogy a gyakorló társak jelenléte, akár abba, hogy 5 percet beszélgetsz valakivel, vagy elmondod, hogy múlt héti gyakorlásaidból azt éltem meg, hogy, vagy nagyon kiborultam a leborulástól, és ez jött elő, akkor ebben már a hasonló cipőbe járó gyakorlók nagyon sokat tudnak segíteni. Nagyon nagy megtartó erő ilyen szempontból a szanga. Nem véletlenül van ez a hármas, hogy Buddha, Dharma, szanga. Tanító, tanítás és a tanítványi közösség, mert a közösségben nem izolálódunk. Tehát az tud lenni a baj, hogy ha megy a gyakorlat, kiborulsz belül, följön sok minden, amit fölhalmoztál eddig nagyon sok idő alatt, ez mindenkire igaz,
akkor ezt hogyan tudod elviselni? És azért alapvetően mindenki társas lény. Még az is, aki úgy gondolja, hogy nem az. Nagyon iszonyatosan vágyunk rá. És ennek nagyon sokféle formája tud lenni. Az is, aki azt hiszi, hogy nem az, az is kompenzál úgy, hogy elvonul, ezt csinálja, azt csinálja. Tehát ezért jó egy hasonszűrő közösség, ahol mindenki nagyon különféle karmákkal van itt, de a gyakorlat közös. Az útonjárás közös. És ezért tudjuk egymást segíteni. Tehát az a jó, hogyha egy olyan gyakorlói közösség alakul ki, ahol fixen járó emberek vannak, és akkor tudod, hogy igen, a Béla, meg a Mari, meg a stb., és akkor tudtok beszélni, tudtok egymásról. Adott esetben föl tudjátok hívni egymást hétközben is, és megbeszélni ezeket. Na ez tudja azt a nyomást kicsit kiereszteni, hogy most benned nagyon följött valami, és akkor megőrülsz. Tehát ez a szanga megtartó ereje, ez az egyik, amit mondanék. A másik pedig az, hogy ne hagyd abba a gyakorlatot. Tehát ilyenkor egy nagyon nagy csábítás az, azt mondjuk, hogy hát akkor ez nem jó. Tehát esek szét, abba hagyom az egészet. És akkor lesz egy olyan élményed, hogy a repülő beleállt az orrával a földbe, még csak kicsit föl se szállt, és már is puff, kísérlet nem sikerült, egy újabb kudarc, végem van, kész. Na ez már nem fog nekem menni. És akkor ott ragadtál benne. Tehát, hogy legyen meg az az energia, ami visz. Az a jó a leborulásban, meg az éneklésbe is, hogy azért ez ad energiát. Tehát egyfelől van az a funkció, amit mindig hallasz, hogy elkezdjük csákánnyal föl csákányozni a jégtömböt, elkezdünk alágyújtani, hogy olvadjon, és akkor persze a turpisságok a jégből előkerülhetnek, hogy mi fagyott oda bele, lehet, hogy föléled ott egy yeti, és akkor meg kell küzdeni a yetivel, de aztán utána, ha a yetit legyőzted, utána már jó lesz. Csak hogyha föladod, akkor a yeti megesz, és kész. Tehát ez mindig a gyakorlatnál, ez a sárkánnyal való megküzdés, ami benne van oly sok mítoszban, itt nyugaton, a sárkányölő Szentgyörgytől kezdve az összes népmesében, hogy a herceg elmegy, és meg kell küzdjön a sárkánnyal, hát meg kell küzdjön a saját karmájával. És most itt nyugodtan szabadjára lehet engedni, hogy ez nem csak a fiatal hercegekre vonatkozik, hanem mindenféle életkorba, amikor arra az útra lépünk, hogy na most akkor szembenézek magammal, és keresek valamit, ami több, mint a karmám. Úgyhogy, és ezen az úton itt vannak ezek a yetik meg a sárkányok, és akkor ez van, hogy átvisz a gyakorlat ereje. Az lehet, visszatérek az elejére a válasznak, az lehet a veszély, hogyha izolálódsz. Tehát egyedül gyakorló remete. Egyedül gyakorló remete az egy nagyon nehéz helyzet. Nem véletlen az, hogy Sung San Zen mester is a mi hagyományunkban nagyon-nagyon kivételes esetben és már nagy gyakorlattal rendelkező embereknek javasolta az egyéni elvonulást, ha egyáltalán. Volt néhány ilyen, és ezeknek is az a tapasztalata, olvastam egy-két ilyen beszámolót Sung San Zen mester tanítványoktól, akik csináltak szóló elvonulást, meg hát ugye a mi közvetlen környezetünkben is nyugodtan lehet ilyen tapasztalatokat kikérdezni, hogy ez milyen is, de általában a nagyon-nagyon szilárd gyakorlattal rendelkező embereket is iszonyatosan megcsócsálja ez az egyedüli gyakorlat. Tehát ez már csak akkor, ha valaki vérprofin tudja ezt. Úgyhogy ezért mondom nagyon hangsúlyosan, hogy ne maradj vele egyedül, és csináld tovább. És amikor konzultációra van szükség, akkor kérdezz. Akár ilyen eseményeken, akár négy szem közt. És akkor nem lesz az, hogy valamiféle dharma baleset következik be. Hát ez lehet egy veszély, illetőleg minden olyan eset veszélyes, amikor valakinek esetleg súlyosabb mentális problémája van, amire mondjuk gyógyszert kell szedni, vagy terápia a jó.
De hogyha úgy nagyjából egybe vagy, és tudod csinálni, és csak az van, hogy följön a múltad, vagy följön a karmád, azzal meg tudunk küzdeni ebben a körben is. Úgyhogy gyakorlás, mantrázás, kvanszembószál, vagy gáté-gáté-para-gáté-para-szám-gáté-bódhiszvaha, az nagyon jó mantra, ugye ez a szenvedésből való kilépés mantrája. Ezt kaptam Szunimtól, ezt a mantrát. Na, az egy nagyon jó mantra. De ezt jelenti valószínűleg, tudod is akkor, hogy menj, menj, juss át a túlsó partra, érd el a felébredést. És nyugodtan el lehet napjába többször énekelni a szívszutrát is előtte, magyarul, mert annak az információ tartalma is nagyon fontos. Ott van benne minden, hogy mivel ne azonosulj. És nyugodtan vedd elő, és amikor úgy érzed, hogy valami nagyon rádég, akkor olvasd el. Ott van benne minden, hogy ez sem, az sem, nincs ez se, az sincs. És a bódhiszattvának a meghaladó bölcsesség által akadálytól mentes a tudata. És ezzel minden szenvedést meghalad. Ez a kulcsmondat. Hogyha megvan ez, akkor nincs akadály. Akkor még a nagyon szenvedtető karma is így ellobban, mint a száraz avar, amit meggyújtanak. Feltéve, ha meg tudod tartani magad ebben a pontban. Na ez a nehéz. Tehát ezért kell a gyakorlat, és konzekvensen visszatérni ide ebbe az alapállapotba. Az alapállásra, ahogy Hanvas Béla mondta oly sokszor. Akkor ott lesz az energia. Az, amit mondtam az előbb is, hogy az energetikai oldala ennek az, hogy amikor szenvedsz, meg amikor gondolkodsz, meg amikor az érzelmi karmáidra, meg a múltadra rá vagy cuppanva, ez egy kicsit olyan, hogy így leválasztódsz. Nagyon súlyos depressziós embereken láthatjuk ezt az energiahiányos állapotot, hogy valamilyen traumából odáig jutott, hogy föl se tud napokig kelni az ágyból. Na most, hogyha a másik irányba megyünk, ha nincs gondolkodás, nincs probléma, és akkor ez van, hogy csak vagy. És rácsatlakozol energetikailag a végtelen energiára. És akkor az átvisz. Az átvisz a nehézségeken. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy már egy ideje gyakorlok, és az elmúlt időszakban észrevettem magamon, hogy nagyon sokat tud adni nekem a másoknak való önzetlen segítés. Azt érzem, hogy feloldódok benne, hogy nem én segítek valakinek, hanem maga a segítség létezik. Viszont ezzel egy idő párhuzamosan azt érzem, hogy ha mondjuk van egy kis szabad időm, és egyedül vagyok, és nem kell senkinek segítenem, hogy elmúlik a motiváció. Uh-huh. Hogy akár olyan például is, hogy van egy nap szabadságom, kisekkelek az ágyból, mert nincs motivációm bármire, de ha kell valakinek segíteni, akár hajnalokig segítek bútort szerelni például, hogy tudnám ezt meghaladni. Uh-huh. Mi zavar ebben pontosan? Az zavar, amikor nem kelsz ki az ágyból, és pihensz otthon? Haszontalannak érzem, hogy igen, haszontalan a magammal foglalkozás. Hogy akkor úgy érzem, hogy visszajön az én, hogy magammal, tehát hogy talán az, hogy erőt adok újra az egónak talán. Igen, tehát hogy igen, hát ez egy nagyon jó állapot, vagy egy érdekes állapot, amit leírtál, és ez is szerintem olyan, amit sok mindenki megél, sok mindannyiunk megéli, hogy hát amikor ugye be tudod irányítani a tudatotat valahova, és van egy konkrét cselekvés, akkor valóban a cselekvésben könnyebb egyé válni azzal, ami történik. Úgymond egy tárgyas meditációvá válhat. És az nagyon jó, hogyha ebben személytelen tudsz lenni, vagy nem is az, hogy személytelen, ez rossz szó, de hogy nem egóból segítesz, hogy én vagyok a segítő, és akkor most, mint egy kis Jézus Krisztus, megváltottalak. Hú, ilyen jó vagyok. Egyébként itt ehhez a témához hozzátartozik, hogy egy ilyen szimpla dologba is, mint segítés másokon, rengeteg módon tud búvópatak
módjára előjönni az, amit szeretnénk meghaladni. A Gyémánt Szutra tartalmazza azt a tanítást, hogy a bódhiszattva, most szabadon fogom csak idézni, a bódhiszattva az úgy segít, hogy nem tartja fönn magában a segítő és a segített illuzorikus képét. Nem, aki azt hiszi, hogy van másik, és van, akin kell segíteni, nem igazi bódhiszattva, mondja benne a tanító a tanítványnak. Tehát ez valóban, amikor ez megvan, hogy csak segítesz. Ott a helyzet, össze kell szerelni a bútort, te mész és összeszereled. Pláne, ha kérik. Ez, igen, ugye a vak nénit nem kell átvinni az úton, ha nem akarja. Ennyi át! Segítettem! Igen, tehát ugye a kompetencia érzésünket sok módon szeretjük kiélni, többek között így is. Na de hogyha ez megy, az jó. Viszont, amit kifejeztél, ami egy némi szenvedést okoz most, az az, hogy egyedül nem vagy jól. És ez sokféle helyzetből, vagy sokféle módon lehet. Na, nyugodtan. Igen. Tehát, hogy igen, haszontalan vagyok. Magammal foglalkozok, magam körül vagyok. Ez valójában annak a jele, hogyha egyedül így vagy, hogy nem vagy jó társaságban. Tehát nem vagy jó társaság magad számára. És ez egy tök jó fölismerés. Mert akkor ezzel is tudsz dolgozni. Valójában a célunk az, hogy amikor kell, akkor segíts, amikor nem kell, akkor ne segíts. Tehát a bódhiszattva, az tök jól van akkor is, hogyha éppen nincs kinek segíteni, és van egy pihenő napja. Akkor élvezi a jelenlétet, és megvan. Tehát, hogy ez is egy ilyen belső program, ami sokunkban megvan, hogyha nem csinálok semmit, akkor haszontalan vagyok. És akkor értéktelen vagyok, és nem vagyok szerethető. Ez egy alapminta. Mert hogy, igen, folyton ez a feltételesség van, hogy én akkor vagyok valaki, meg akkor vagyok szerethető, jó, stb., ha teljesítek, ha segítek, ha ez van, ha az van. És akkor ebbe lehet megint egy remek újabb szamszárikus körforgásba belekerülni, és mondjuk kiégni. Tehát például, hogyha segítesz, nagyon fontos az, hogy legyen olyan nap, amikor nem segítesz. És amikor csak töltődsz. És az a fajta magaddal lét, magadnál lét, magaddal levés, az nem önzőség. Hanem az az előfeltétele annak, hogy ne egy kényszeres segítő legyél, meg nem egy olyan segítő, aki így vagy úgy, de azért segít, hogy neki jobb legyen, hanem annyira jól vagy, annyira helyben vagy, középpontban vagy, hogy nyugodtan adsz, amikor kell. És mert neked annyi van, kifogyhatatlan energiád van. És amikor meg éppen nincs ott olyan, akit meg kell menteni, akkor tök jól el vagy, mert nem ebből jön az önbecsülésed, hogy igen, ma 10 hajléktalanon segítettem. Tehát nem egy tervgazdálkodás ez. És maga ez a fölismerés, amit elmondtál, ez egy óriási lépés ebbe az irányba. Mert fölismerted. Mindig az a gyakorlatban a jó pillanat, amikor fölismered, hogy így vagy, úgy vagy. És általában azt nem szeretjük nyilván, amikor kiderül rólunk, hogy hú de faszák vagyunk, azt nagyon szeretjük. De rá ritkán van ez, inkább az szokott markánsabb lenni, amikor kiderül magunk számára, hogy igen, hát én is szoktam irigykedni, igen, azt a munkatársamat nem szeretem, igen, idegesít a párom, amikor ezt mondja, igen, kényszeresen segítek. Igen, azért szeretek kiülni, előadásokat tartani, meg okosnak lenni, mert ezzel is akkor szerethetőnek tűnök. Sok minden. És amíg ezt nem engeded közel magadhoz, nem engedjük közel magunkhoz, akkor nincs fejlődés, akkor csak elfojtjuk. De amint megvan, megjelenik, fölismerem, hú, de tök jó. Szemléljük. Hogy van ez? Ne hagyjam, hogy becuppancson, ne is folytsam el.
akkor szépen lassan így megemészted ezt a karmát is. És akkor majd jön egy újabb, de az egy más kérdés. Tehát, hogy igen, ilyenkor szépen visszatantienbe, és akkor ott, amikor akár otthon vagy, és ez az állapot előáll, ülj le, és akkor legyél ebbe benne. Engedd meg magadnak ezt az érzést. Mindig akkor érkezünk el magunkhoz, hogyha nem kogníciókból csináljuk, hanem mindent egybe, az érzelmeket is átélve, megélve vagyunk abban a helyzetben. Akkor van az az érzés, amikor jól megéled az érzéseidet, a kellemetlent is, hogy megérkeztél önmagadhoz. Kapcsolatba léptél magaddal. Mert egyébként az elme elmenekül az érzelmei elől. És akkor van az, hogy ott a bibi. De mindig, minden pillanatban meg tudod élni azt, ami van, az örömöt is, meg a szomorúságot is, akkor vagy középen. Ez megint ide tartozik még egy nagyon fontos dolog, hogy mindig el szoktam szinte mondani, de nem lehet eleget mondani, hogy nem arról szól a gyakorlat, hogy mindig jól legyél, és sose legyél szarul. Hanem arról szól a gyakorlat, hogy amikor jól vagy, akkor jól vagy, amikor szarul vagy, akkor szarul vagy. És ez egy nagy, nagy ilyen kapuja nincs átjáró. Hogy amikor elfogadom, hogy most szarul vagyok, indisponált vagyok, ideges vagyok, irigy vagyok, stb., szorongok, ha már is oldódik, ha átéltem. Ha nem élem át, akkor pszichoszomatikus problémáim lesznek, csesztetem a másikat, és a többi, és a többi. Úgyhogy tök jó, gyakorolj ezzel tovább. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Templom a gyakorlatról lenne kérdésem, de ez csak én kíváncsiság, és nem akarok hasonlítgatni, meg elemezni, de van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Nagyon nyugodt. A négy tálas étkezésnél ugye voltunk nálad is, középhaladon. Elképesztően kell figyelni, tehát jönnek ezek a klasszikok, kopogatál, minden, amit el tudsz képzelni, tényleg minden megvan. És voltam Szunimnál is. Hát Szunimnál más. Tehát Szunimnál van ez a szurik át a test, Szunim felé előtt, tényleg elképesztő. És hogy azt vettem észre, hogy rám is, és másokra is, ez nem a figyelmet fokozta bennem, hanem egy feszültséget. Hogy ez bennem, tehát magamba keresem, akkor azt, hogy valami konfliktom van ezzel a dologgal, amikor így figyelnek, és akkor befeszülök, vagy Szunim csinál valamit másképp, ami nekem nem jön be, és mondjuk a te verziódban meg jobban bejött. Tehát, hogy jobban tudtam, tehát biztos, hogy hibáztam ott is, amikor ott érkeztünk, koppantatál, vagy nem volt jó helyen a kanál, vagy össze-vissza rötyögtettem a felajánlott vizet, meg mit tudom én. Tényleg minden volt ott. De hogy alapvetően azért törekedtünk. Tehát a szándék az abszolút megvolt. És de a másik verzióban én azt láttam, hogy Szunimnál, hogy mikor jöttek ezek a megjegyzések, hogy ott más sem volt, csak méltatlankodó ember, aki így magát büntette, hogy most megint ott a koppant, És hogy... Tehát, hogy ebből... Igen. Érted a kérdést? Abszolút. Vagy... Igen. Ha. Igen. Tehát egyrészt tanítói stílusok nagyon sokfélék. És a személyiség az mindig mindenben megnyilvánul, iszonyat mennyiségű gyakorlás után is, és ez tök jól van így. Szungszán zenmester tanított egyféle módon Csongan Szunim, másféle módon tanít, én másféle módon csinálom, Barna is másféle módon csinálja, és ez tök jó így. Én például a 10 napos elvonuláson, amikor 4-en voltunk jelen, mert még Tamir Massas is jött Izraelből, tehát én, Barna, Tamir, meg Szunim voltunk 4-en, és mindannyian adtunk koan interjúkat is, meg egymásra is figyeltünk. Nagyon jó volt nézni ezt, és jó volt ebbe a légkörbe lenni, hogy 4 teljesen különböző módon tanítunk ugyanarról. És én is rengeteget tanultam tőlük ebben a helyzetben. Úgyhogy ez önmagában tök jó, és hogy ebbe a közösségben gyakorolsz, érdemes ezt arra használni, hogy ez a stílus mit hív belőlem elő, az a stílus mit hív elő belőlem. Mindenkinek, pláne aki már nagyon régóta csinálja, mint Szunim, megvan a maga tapasztalata arról, hogy kell emberekkel bánni, és mi a célra vezető, mi a nem. És ilyen esetben, ugye, amikor mondjuk van egy szigorúbb
viszony és egy szigorúbb határtartás, akkor ez például nagyon jó gyakorlás arra, hogy minden ilyen szigorúság beindítja az összes apakomplexust bennünk, ami van, ezt a felettes én típusú. Volt is igen egy ilyen megszólalásom, hogy bennem abszolút ezt a, hogy nem is tudom, hogy fogalmaztam meg neki, hogy a tekintély személy elleni harcot bennem annyira felosztás. Mondtam is neki, mondta, hogy simogatta is így a fejét, hogy... Igen. Abszolút felosztott, de tényleg, hát nem marad bennem semmi. Tehát én a harmadik napon én a dombra kellett felsétálnom majd tetejére, hogy ne menjek haza. Aha. Tehát annyira ideges voltam. Igen. Igen, ezt, akkor ha ez volt a célja, akkor ezt elérte, ezt kihozta. Az biztos, hogy önmagába a gyakorlat vezető az nem azért csinál dolgokat, hogy nem tudom, direkt bosszút álljon rajtad, vagy megkínozzon, vagy stb. Pedig néha úgy néz ki, tehát ahogy most nem tudom utána az idejű, de tényleg az, hogy felnéz, és azt keresd, hogy ki fog hibázni. Igen. Hát ez egy olyan dolog, hogy tehát tényleg, én azt látom ebbe célra vezetőnek, mert én is ezt csináltam, hogy hol tudsz ettől függetlenedni. Mert annyiba biztos lehetsz, hogy ez nem egy ilyen személyes támadás. Mert mondjuk, amikor az apakomplexus kialakul meg a tekintély személy, hát akkor ott van egy nagyon konkrét tekintély személy, aki megnyomorít téged valahogyan. Itt már ebben a felnőtt szituációban ilyen nincs, illetőleg ott van az, hogy saját akaratodból vagy ott, és bármikor elmehetsz. Tehát bármikor van az, hogy nyugodtan azt lehet mondani, hogy most eddig és nem tovább, és akkor én elmegyek. Most a helyet és a templomot ismerve, hál' Istennek nem ez a szituáció. Tehát nem az van, hogy direkt kínzunk embereket ott a kínzókamrába, meg szíjat hasítunk a hátukból. Tehát ebben az esetben nyugodtan lehet azt csinálni, hogy amikor ebben a stílusban vagy, akkor mindig ugyanúgy következetesen ide visszatérsz, hogy igen, és figyeled a saját reakcióidat. Mert valójában, hogyha a tekintély személytől való félelem, szorongás, bosszúvágy rendszerből ki tudsz lépni, akkor ugyanez lesz a behatás, csak nincs felület, amit érjen. És akkor ott vagy, szépen megcsinálod az étkezést, te nem vétesz hibát, és akkor nem fog oda jönni senki megütni téged. Tehát, hogy ez általában egy ilyen rendszer mindig kettő embert feltételez. Mint ahogy, ha súlyosbítjuk és a kevésbé fölismert karmák szintjét nézzük, akkor mondjuk egy bántalmazó kapcsolat, ahol van egy tettes, meg van az áldozat, a kettő egymást feltételezi. Amint az áldozat nem hagyja magát, onnantól kezdve a bántalmazó kapcsolatnak vége van. És most nyilván nem arról az extrém szituációról beszélek, amikor valakit megerőszakol a gonosztevő, mert hát ott akkor egy fizikális erőszak volt, hanem azokról, amikor egy főnök beosztott, vagy egy házastársi viszonyba éveken keresztül, évtizedeken keresztül megy egy érzelmi nyomorítás, és van egy dinamika. Általában a kettő egymást kiszolgálja. És azért jó, hogyha ezt magadon belül megváltoztatod, mert egész más lesz a világhoz való viszonyod. Általában, ahol ilyenünk van, ott mindig ilyen módon kapcsolódunk a világhoz. Lehet, hogy ezek meg is mozdultak bennem mostanában, többször kapok is olyan visszajelzést, hogy most agresszív vagyok, pedig nem érzem magam agresszívnek, csak ilyen határokat húztam, és lehet, hogy igen, ez megmozdult most akár az elvonulás által is. Igen, hát ez mind olyan dolog, hogy ami a mondjuk a pszichodráma iskolának is az alapja, van egy ilyen mondás, amit a Morénótól eredeztetnek, hogy a pszichodrámát kitalálta, hogy kapcsolatban sérülünk, kapcsolatban gyógyulunk. Tehát minden dolog, amiről itt beszélünk, valahol valamilyen kapcsolatban történt velünk. Szülőkkel, tanárokkal, általában minél korábbi, annál mélyebb a behatás, mert érzékenyebb a gyermeki lélek, mint a felnőtt. Tehát a felnőtt 40-50 éves ember elmegy, és a étkezés során a szüleim szigorú vele, valószínűleg abból már nem lesz akkora trauma, hogy 3 év terápia, és stb. Tehát de a mélyebb igen. Na most az, ami egy kapcsolatba alakult, kapcsolatba tud gyógyulni.
Adott esetben ez mondjuk egy terápiás kapcsolat, ahol ezt felülírja egy másik élmény, egy elfogadó élmény. De adott esetben az ilyen kisebb dolgoknál az van, hogy az is tükröt tart, aki hozza azt a mintát. Tehát a főnök, a szuním, a bármilyen tekintély személy, és akkor mivel most már felnőtt vagy és egészséges, legalábbis van olyan részed, akkor az tud erre reflektálni. Tehát azt mondja, hogy na igen, akkor ez most előhozta belőlem azt, hogy kisbaltával fejbe akarom verni. És akkor ezzel elkezdesz dolgozni. És bármit, tehát ezen az úton bármit szabad megengedni. Tehát ez egy másik fontos dolog, hogy bármilyen reakció, ami följön, az nincsen akaratlagos szabályozás alatt. Tehát, hogyha én eszem a négy tálas étkezésemet, és jön a szigorú rendőr, és közben nekem olyan bosszú fantáziáim vannak, hogy a gyakorlatvezetőt a felajánlós vízben folytom meg, az semmi gond, tök jó. Éld meg, csak ne csináld meg. Tehát ez a nagy különbség, hogy amikor csak elképzelem, hogy a darmamester, zenmester fulladozik ott a felajánlós vízbe, és sipítozik, hogy jaj, ne, ne csináld, jaj, ne, sajnálom, bocsánatot kérek, na, most már meg. Tehát ugye ekkor ez tök jó. És tehát én inkább azt mondom, hogy ezt nyugodtan meg kell engedni, mert felszabadul valami. Sokkal inkább, mint hogy elfojtom, még 10 évig odajárok, és akkor 10 év múlva mondolyat a gyakorlatvezető, vagy a zenmester, vagy a darmamester, hogy akkor azt mondom, hogy na innen az egészet el, az zen egy hülyeség, és kidobom az egészet. Tehát, hogy ilyenkor mindig, ha ott vagyok a pillanatban, még azon mód elcsípem, és akkor tudom ezt a kapcsolatot arra használni, hogy a saját tudatosságom révén gyógyítom magam. És aztán még meg fog ismétlődni sokszor ez a helyzet, és jó esetben egyszer csak észreveszed, hogy ugyanaz a mondat hangzik el, de te ott nyugodtan eszel. És igen, észreveszed, és kész. És meg vagy a pillanatban. Köszönöm. Nagyon szép. Nagyon szívesen. Persze ez nem involválja azt, hogy aztán akkor te váljál ilyenné. Te legyél olyan, amilyennek a te személyiséged adja magát, és amilyen stílus te képviselsz. És akkor legyél önazonos. Az a fő lényeg. Nagyon jó. Hát köszönöm szépen ezeket a nagyszerű kérdéseket. Látszik, hogy gyakoroltok kérdésekből. Az minél többet gyakoroltok, annál izgibb a kérdés sorozat. Az a nagyon jó. Úgyhogy hát köszönöm mindenkinek, hogy egymást is segítettétek azzal, hogy felvetettétek ezeket a problémákat. És nagyon fontos az, hogy egy dolog, amit válaszolok rá, az olyan, amilyen, de a kérdéseket, amik fölmerülnek, azokat hagyd magadba dolgozni tovább. Az a legjobb. Mert vannak válaszjellegek, az igazi mély válasz az belőled jön. Onnan a tantiemből. Úgyhogy ilyen szempontból is köszönöm mindenkinek, aki kérdezett, meg annak is, aki hallgatott. És akkor most elkezdjük az éneklést és az este érdemi részét. Éneklés, ülés, Kohan interjúzás. Köszönöm szépen!